A határvadász toborzással kapcsolatos tudnivalókról, a jelentkezési feltételekről, a felvételi eljárásról és a várható szolgálati feladat ellátásról sajtótájékoztatón számoltak be a rendőrségi vezetők. A magyar rendőrség 2014-ben észlelt először komolyabb migrációs nyomást Magyarország déli határain. Ez a nyomás 2015-ben szintet lépett. A röszkei csata óta pedig nyilvánvalóvá vált. A határ megsértése folyamatos marad. Napjainkra a migránsok akár fegyverrel is támadják határainkat és az ott szolgálatot teljesítőket. Ezért döntött úgy a kormány, hogy a határok védelmét határvadászok toborzásával és bevetésével erősítik meg, mondta a rendőrségi sajtótájékoztatón dr. Tarcsa Csaba, rendőrvezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány helyettes, a készenléti rendőrség parancsnoka. 23 századot tervezünk létrehozni 5 megyében. Ebből Bács-Kiskun megyében 14 századot, Csongrád megyében 6 századot, Hajdú, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1-1 századot. Így jön össze a 2208-as létszám, a teljes létszám 4000 fő lesz. Jelen pillanatban a statisztika adatok szerint 117 ezer behatolni vágyótnak a megakadályozását, a kísérletét akadályozta meg a rendőrség. Ez egy nagyon komoly szám, és több mint 860 büntetőeljárás folytattunk már ebben az évben, amely kifejezetten embercsempészekkel szemben kezdeményeztünk. Ugye a tavalyi évben 123 ezer volt ez a feltartóztatási szám, ami most 117, tehát már most látszik a számokból, sokkal több lesz év végéig, mint amely tavaly egész évben volt, és ha így halad, akkor az embercsempészek számadata is duplája lesz, tehát nagyjából 1600-1700 esettel fogunk számolni, ami egy nagyon komoly megterhelés a rendőrség egészére, hiszen az elfogások után büntetőeljárásokat is kell lenyomozni, ezekben előállítások vannak, kihallgatások, tolmács bevonásával, kényszerintézkedések, tehát jelen pillanatban ez egy nagyon komoly megterhelés az egész magyar rendőrség számára. Ezért is jött az a gondolat, hogy csak speciálisan a zöld határőrizetre ki kell képezni egy kontingenst, akik meghatározott területen, egy meghatározott feladatkörben látják el a mindennapi szolgálatot. Ők nem fognak találkozni közlekedési helyszínnel, nem kell nekik házkutatásokra kimenni, nem kell nekik szabásértőkkel a kocsmában intézkedni, mert ők a zöld határőrizetet fogják ellátni. Dr. Pozsgai Zsolt rendőrvezérőrnagy személyügyi országos rendőrfőkapitány helyettes arról adott tájékoztatást, hogy az országos toborzás keretében toborzási koordinációs központ állt fel, valamint a készenléti rendőrségen belül működő központi határvadász toborzó iroda mellett vidéki toborzó irodákat is létrehoztak. Az érdeklődők számára a Legyél te is rendőr Facebook oldalon, a police.hu, illetve más rendőrségi weboldalakon folyamatosan frissülő tartalmakkal segítik a tájékozódást. A jogviszony létesítésének feltételei között szerepel az alapfokú 8 általános iskolai végzettség, a jelenkező legalább 18 évesnek kell lenni, de nem töltheti be még az 55 éves életkort. Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasságot kell felmérnünk az eljárás során, illetve hozzá kell járulni az életvitel ellenőrzés lefolytatásához, illetve a megbízhatósági vizsgálat későbbi végrehajtásához. Emellett feltétel még a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság, illetve annak vállalása, hogy határvadász vizsgát tesz a képzés végén a jelenkező. A szerződéses határvadász rendőrség tisztesi rendfokozati állománycsoportjába tartozik, első évben őrvezető, a második évtől tizedes, majd a harmadik évtől szakaszvezető lesz a rendfokozatuk. A határozott szolgálati jogviszony, illetve a határozott idejű jogviszony 3 évre köttetik, amely egy alkalommal 3 évre meghosszabbítható. A jelentkező már a képzés megkezdésekor alapilletményre jogosult. A szerződéses határvadász illetményén felül szolgálati, idegen nyelvtudási, éjszakai, valamint készenléti pótlékokra és kafetéria juttatásra is jogosult lesz. A rendőrség széleskörű juttatásokat biztosít, a határvadász jogosult lesz alapilletményre, határvadász szolgálati pótlékra, mindemellett jogosult lehet
éjszakai pótlékra, készenléti pótlékra és idegen nyelvtudási pótlékra, hogyha határvadász szerzett parancsnoka ezt szükségesnek tartja. Ahogy szóvivő is mondta, bízunk abban, hogy egy méltányos és munkaerőpiacon versenyképes bért tudunk majd ajánlani a jelenkezőinknek. A kafetéria mértéke 200 000 forint lesz évente. Mindamellett, mint ahogy minden más munkavállalónak is, éves szabadságot biztosítunk, ez 25 nap per év, illetve betegállomány esetén az első 15 nap betegállomány 100%-os távoléti díjjal tudjuk támogatni. A szociális támogatások közül jogosult lesz szociális segélyre, beiskolási segélyre és egyéb támogatásokra, mindamellett lehetőség lesz utazási kedvezmények biztosítására, illetve igénylésére, illetve lakbér támogatásra is. A tájékoztatón elmondták, folyamatosan lehet jelentkezni a 160 órás szerződéses határvadász képzésre, amely a jelentkezők számához igazodóan gördülő rendszerben ütemezetten indul, elsősorban a készenléti rendőrség schengeni külső határszakasz mentén található határvadász objektumaiban, Kiskunhalason, Szegeden, Orosházán, Debrecenben és Nyírbátorban. A határvadász szolgálat a képzés lezárását jelentő sikeres vizsga letétele után kezdődik majd. A toborzás elkezdődött, az érdeklődők már is jelentkezhetnek.